Üdv mindenkinek! Micsoda meglepetés! Mikor volt már ilyen utoljára? Már megint Counter-Strike. Már megint, azt mondja, amikor hónapok óta nem töltött fel egy rohadt Counter-Strike videót se. Mindazok nagy-nagy bánatára, akik hiányolják azt, hogy rendkívül bénán szaladgálok körbe, és nagy meglepetésen néha ilyeneket csinálok. Majd bizonyára pillanatokon belül meghalok a magam kemény 11 élet erejével. Nem, de esetre Counter-Strike. Hello, hello. és olyannyira rég volt videó Counter-Strike-ról, hogy még a... ilyenkor nem sebezzük egymást, úgyhogy mindenki jól el van. Szóval olyan remek a hangulat, hogy olyan régen volt Counter-Strike videó. Sziasztok! Hányan vagytok ti? Olyan régen nem volt Counter-Strike videó, negyedjére csak sikerül elmondanom. Hogy még a weapon skineket már bevet... Hello! Én leszállnék rólad, de nem tudok. Na már mindjárt lelőnek és nem lesz ezzel probléma. Addig centrizünk. Na ez érdekes volt. Néha előfordul. Szóval... bevezettek ilyen weapon skineket, kicsit mint a Team Fortress-be, csak nem sapkák. És... csak a fegyverek kinézetét változtatja meg, van... kill count, mindenféle egyéb hülyeség. Úgyhogy mindjárt látni fogjátok, milyen viccesen idiótán néz ki néhány fegyver, de te vegyünk egy kis kevlárt, amit ritkán szoktam még terroristaként is. Jó, te szeretlek, imádlak, de nem biztos, hogy a zugásodat szeretném majd hallgatni, miközben épp kommentálni próbálom a játékot. Szóval ez a nuke pálya, hogyha valaki nem jönne rá, hogy ez egy ilyen atomerőmű féleség, és terroristaként elég nehéz itt a dolgod, és ha jól látom, a rámpa felé haladunk, ahol pillanatokon belül pofán fognak lőni. Nem mondod, van szemed, gratulálok hozzá. Ne engem lőj, ott a másik, akit lőhetsz, engem hagyjál békén. Még gondoltam, milyen vicces lesz, ha megpróbálom megkéselni. Hol vannak a többi? Ja, hey! Hát te meg mit keresel ott a másik oldalon? Te se vinyogj. Drága bombás ember. Te nem tudom, mit csináltál, mert amiről átváltottam volna rád, egyből meghaltál. Olyan jól összetart ez a csapat. Ezzel a dallal se fogok X-faktort nyerni. És nézzük, ahogy ő egy sarokba áll, néz ki a fejéből. És mindjárt megöli a négy túlélő terroristából az egyik. Józsikám drága, neked az lenne a dolgot, hogy a bombát elvidd egy helyre, leragd és felrobbants fel a dolgokat. Nem az, hogy néz ki a fejedből egy díglal a kezedbe. Úgy se fogod megnyerni. Hát ezzel az attitűddel biztosan. Lopakodj nagyon óvatosan, mert te vagy a James Bond. Ahogy van, ügyes vagy, okos vagy. Gyerünk, menjél már. Ott van, nem tudsz célozni, nem tudsz, sajnos hülye vagy. Nem tudsz célozni. Mindjárt meghalsz, hogyha nem halsz meg, lejár az idő. Elnézést, hozzáértem a mikrofonhoz. De ez... ti már szerintem észrevettétek. Neked annyi! Hát ez nagyszerű volt. Egyszerűen csodálatos. Reméljük, hogy... és megint ennél az idiótánál van a bomba. Tegyük meg azt a valószínűleg kudarcot ígérő kísérletet, hogy megmondjuk nekik, hogy menjünk a B ponthoz, és hogy ne váljunk szét, mert az nem jó. Józsi, B-t mondtunk, de nem, te hülye vagy, te nagyon hülye vagy, és nem arra jössz, pedig nálad van a bomba, te retardált tök fej. Néhány érthető okokból úgy döntöttek, hogy megpróbálják menteni a menthetőt, illetve hát a bombát. Ez nem volt túl ügyes, lehet, hogy eltaláltam, mert vérzett, de... Itt a bomba. Leraktuk a bombát. Ez még a legrosszabb hely, ahol én itt ácsoroghatnék, úgyhogy... abban is hagyom az itt való ácsorgást.
Jön. Na. Jön egy a rámpától, én hallom ám. Hello. Hello, haver! Hol van mindenki? És miért nem fi... De... Én megpróbáltam az egyszerű kis fisfos fista... Te barom, te! Ne a... Ugyanaz a szerencsétlen hülye volt, aki az előbb volt hülye. És vezeti a csapatot, az a szörnyű. Na de most végre vehetek egy fegyvert, ami hasznos. Hát ez egyszerűen csodás. Reméljük, hogy ez a bomba csávó. Igen, erre jön. Van egy sniper. Van. Ez nem Call of Duty, itt ne lőj így. Neked annyi. 12 életerő, nem vett kevlárt. Nem tud célozni. Lőnek rá. Öregem. Igen, volt ennyi az, hogy eldobta a sniper. De ez az ember, ez legalább nyomokban értelmes játékkészséget tartalmaz. Közelharcban leteszi a snipert és megpróbált keresztül lőni a dobozon. Tehát, hogy lehet, hogy tök utolsó, de... mérhetetlenül okosabb, mint az a hülye, aki vezeti a csapatot. Ez a harmadik köröm ma este, ebből az... És mint ilyen elég hülye vége lesz, de hát... Nem baj. Ez de kurvára baj, de ez van. Szét, hogy nem öltem meg. Jó, tehát ez az a kör, aminek valószínűleg nagyon hamar vége lesz, és én nem bírom, hogy elfogadják a Surrender Vault-omat, valószínűleg nem fogják, de ha elfogadnák, akkor én ebben a videóban gyorsan beszuszakolnék egy másik kört. Nem, akkor végig szenvedjük és végig nevetjük. Végig nevetjük a tisztelt társaság tisztelettel bénázásán. Lássuk, van-e annyi agykapacitás, hogy kövessenek. Szellemi büdözzoknik a csapattársaim. Szellemi büdözzoknik. De nem, de jönnek. Na, jöttek. Most már nem jönnek. Ó, a rámpáról engem pofán fognak lőni most, mi? Vagy nem. Engedtessék meg nekem, hogy ide jöjjek, ahogy Tornyán Józsi mondaná. Nem kell, mert itt van valaki. Valaki bent ült ott a szellőző csatornába. Te meghalt. Ah, szerint így esélyem nem volt. Esélyem nem volt, ez egy jó cím lenne a videónak, de szerintem nem ezt fogom neki adni. Nagyszerű! Talán segített volna, nem ketten vagyunk a bombánál, amikor lerakom, hanem mondjuk négyen az ötből, vagy hát mondjuk jó négyen, akkor hárman a négyből legalább. Vagy mondjuk lehet, hogy léteznek olyan csodálatos, titokzatos alternatív dimenziók, ahol az emberek követik a bombás embert. És a bombás ember nem egy retardált barom, de most még nem retardált baromnál van a bomba, és úgy látom, a retardált barom nem akar elindulni. Na jó, most már megjött az esze. Gyerünk, kísérjük az autista beteget szépen magunkkal a kórházba. Arra menjél, jó van?
Nem tudtam mind a kettőt lőni. Tény, hogy nem is csináltam jól, de... Te ott megszívtad, nagyon csúnyám. Nagyon-nagyon csúnyám. Halálos pillanatok kérdése. Egy asszisztot legalább összehozott nekem. Ugyanannyi pontom van, mint az első helyezettnek. Ez azért árulkodó, hogy elég szar. Elég szar a csapat. Próbáljuk meg újra rávenni őket, hogy esetleg feladják, hát ha jobb kedvük lett. Nem, mazohisták, szeretnek 6 núra veszíteni, úgyhogy te veled, te miért akadozol? De miért jövedik ezt, amikor 6 núra veszítenek, kevesebben vagyunk, és úgy összességében az utolsó helyzet az ellenfél csapatában ugyanannyi ponttal rendelkezik, mint nálunk az első? Szeretem, amikor a pofánba vágynak egy flashbang-e. És miért nem nézi senki ezt, hogy innen kik jönnek? Ó, lerakta a bombát állnál, és nem volt senki, aki ebben megzavarja? Na, akkor nézzétek. Mi? Hogy a büdös picsába nem lőttem le? Ahogy a költő ezt mondta annak idején. Kezdődik meg szépen ugye a hatástalanítják a bombát, amíg ő itt szarakodik. Nem tudom, hogy nem lőttem le azt az embert. Na, azt tudom, hogy őt hogy lőtték le. Elég könnyen ez a válasz, mert nem is arra nézett, ahol az ellenfél volt. Ez a harmadik köröm ma este, mint mondtam, az egyiknél vezettem a csapatot, ami árulkodott ilyen 15-20 ponttal. Vesztettünk 15-3-ra. Előzőt is valami 16-0-ra, úgyhogy ezt a felénél leszartam és a spam pointnál ugráltam. És most itt van ez. Sniper, mindjárt pofán lő. Valahogy megúsztam. Kétszer is megúsztam, nem tudom hogy. Igazán nem lenne szabad élnem. Az itt a cél, hogy a sniper ne lássam meg. Oj, hello, 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 hello. Mögöttünk van egy jó ember, mi? És lőnek rá a tetőről, mi? Hello! Ah. És a... Igen, egy volt a tetőn, egy meg itt. Egy meg snipolt. Nem magam alá szorok éppen még akkor se, úgy hangzik, csak nagyon szenvedek. 8-0. Móka és kacagás az egész családnak. Mi? Ha ezt most megjelenik, akkor olyan jól teljesítik, mint a magyar válogatott a holland ellen. Aktuális poén, ami rohadtul nem lesz aktuális, mire feltöltjük ezt a videót. Ez hülye ötlet. Úgyhogy seg... Hello! Őt ott shotgunnal elég érdekes megkínálni. Úgyhogy... És hátulról fejbelülnek. Épp amikor eszembe jutott az a brilliáns ötlet, hogy talán pisztollyal kéne az embert lőni, aki ott a falon átsorog, mint Batmanként az Arkham Asylumból, vagy az Arkham Cityből. Hé, ott van egy ember. Lőj rá! Mit ártott neked az a fal? Megerőszakolta a családodat? Azért rögtél bele 1, 2, 3, 4, 5, 6... Szerintem olyan nagyjából 11 lövedéket? Az az ember, aki mögötted volt, nem tűnt meg hirtelen létezni, utána fog jönni és hátba fog lőni. Mindegy, más lelőtt helyette. Illetőleg mielőtt ő odaérhetett volna. Ezek versenyt ölnek minket konkrétan. Jaj, de jó. A habos sütemény. Esetleg most már feladnátok, drágáim? Esetleg nem? Nem? Na egynek már megjött az eszem, amikor 1-3 volt, most már 2-2, az egyik belátta, hogy ez talán nem biztos, hogy megéri végig játszani, és nem biztos, hogy olyan jól fogunk szórakozni közben, mint mondjuk nem is tudom, a hullámvasúton tennénk.
Mert ez nem egy hullámvasút, mert abban vannak felfele részek, ez meg csak megy le, egyre lejjebb, és valószínűleg már a pokol 9. tornácán járunk. Annyira lement ez a hullámvasút. Gyere vissza. Jó, rohanjunk, mert van egy ötletem, és ezt megvalósítani időfüggvénye. Itt a létrán szeretnék megfeljönni. Ezt én felmegyek és helybe lő hátulról. Úristen, ezt nem minősíthetetlen lecsesztem. Mi a maxima culpa? 98. Megpróbálhattam volna fejbe lőni, volt időm, hogy jól kitaláljam. Na mindegy. Mert nem egyáltalán mindegy, de igazából de mindegy, mert 10-0-ra vesztünk. Na. Két hülyénk esete forog fenn. Azt fogom ravaszul csinálni, hogy megpróbálom kiszavaztatni azt, akinek bénán megy, és mindegyünk a bénán megy, akinek a legbénában megy, mert azt tudom, hogy ő a feladás ellen szavazott. Ha őt ki tudom szavaztatni, akkor mi már könnyedén kiszavaztatjuk a másikat. Leülök ebbe a csendes sarokba. Megvárom, hogy ő itt bejön. De végig ebbe balról jöhet valaki. Ó, a bot nagyon meg fog halni ott. Ó, nem látok semmit. Oh, hello! Gondoltam megúszom és ott elszaladok. Nem volt így szerencsém. Nem volt a legjobb fejed, a felület tanul a létre tetejére, az jobb lett volna. Na mindegy. Te mi a fasz csináltál azoknál az ajzóknál? Azt hitted, hogy azokat ki lehet nyitni, vagy csak... Nem tudom, mit csinálni. Szűnj meg létezni, kérlek. Na igaz, az a titkos haditervem. Szavazzuk ki ezt az embert. Azért, mert neki szarul megy. És ezt megszavazzák. Szavazzák? Ha ezt megszavazzák... Léci szavazzák? Akkor az, mi ketten, akik fel akarjuk adni, kiszavazzuk a harmadikat. Nem, sajnos nem. Milyen kár. Pedig bennem értelme a remény. Ok, fene. És megölte. Menjünk le. Legalább lerakjuk a bombát már. Bombát már, ez is. Történelmi pillanat. Kicsit gyorsabban fejbe lősz, mint hogy reagálhattam volna. Te nagyon halott vagy, azt ugye érzed? Amiket ember már csak sóhajtani tud. Hát, ha most már beláttál. Ja, nem tudok most szavazást indítani. Drágáim! 12-0, erre mondja a nagyapám, hogy még gombócból is sok. Muszáj ezt végigjátszani? Nem lehetne, hogy megkíméltek engem, és tudjátok, adjuk oda a botnak a bombát, mert miért ne? Hiszem, hogy nála lesz a legjobb kezekbe. Gyerünk, mesterséges intelligencia, mutasd meg, mit tudsz. Én veled tartok. Hát én már várok sok jót ezzel a sniperrel, amikor... Ez komoly? Oké, tehát a kamionba bemenés. Ah, megölték szegény, pedig vicces volt nagyon, amit csinált, és én elnézegettem volna még egy darabig. Nem érzem magam biztonságban egyáltalán, mert nem is voltam. Sállalalalala. Hey.
ez Darkitus talán valamennyire tud játszani, a többiekre ezt így nem mondhatom el. Magamról se, félre nézek, a csávának 10 000 dollárja van, és nincs kedve elkölteni. Miért? Mit csinálsz ezzel a pénzzel? Megeszed, vagy... Nem, csúnya jutott eszembe, amit inkább nem mondok most. Hello? Hello? Miért mindenki engem akar megölni? Nem áá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 . És jön egy másik az a baj. Öld meg, Léci. Nem ölöd meg, mert béna vagy. Vagy kettő is volt ott egyébként. Na mindegy. A bot még él, hát tudom menni fölötte az irányítást. Igen. És ez még egy vicces fegyver is, és ez jó. Lopózó, halkan, óvatosan, csendben. És lőjünk! Má! Neki is negevje volt egyébként. Gyerünk, ülj a szellőző nyílásba, ott a helyed, gondold át az életed. Na nézzük! Mit tud két idióta, három nem idióta ellen? Tegyék meg tétjeiket. Az egy optimista lövöldözés volt. Ez a Darkitus, azt kell mondjam, ő még valamennyire ért is az, amit csinál még, és megmenti nekünk a helyzetet. Ilyen Darkitus. Egyetlen ember, aki tudja itt, hogy mit csinál. Na és az utolsó kör terroristaként. Aztán átváltunk counter-terrorist oldalra, és ott is nagyon meg fogjuk szívni, csak ott már nem fogunk ennyit szívni. Odaadtátok nekem a bombát? Azt nagyon meg fogjátok bánni. Mindjárt látjuk, hogy miért. Ne, nem, ezt nem így akartam. Ne, add vissza, olyan vicces, amikor jön, de feldobom, és nem tudják leszedni. Rohadj meg, én azt akartam. Ezt fel akartam oda dobni, fel lehet oda dobni, és nem lehet leszedni. Hát nem elszedte tőlem a csúnya bácsi. Ez elég gyors volt. Kicsit többen voltak, mint szerettem volna. Az bátor volt. És ostoba hülyeség. Azt nem tudom, hogy sikerült neki. Ott van fent, fent, fent. Angyal az egekben lő rád. Az angyal az egekben úgy gondolja, hogy neked kurvára meg kéne halnod, mert béna vagy, és... És beteljesítette a proféciát. Hölgyeim és uraim, 15 kör után 14-1-re vezetünk. Vagy vezetnek. Bár ott lennék. Bár ott lennék, ahol ők vezetnek, és nem ahol mi vagyunk. Ahol, nem ahol ezek az ostoba véglények tartózkodnak, ami nagyon szomorú. De itt vagyok velük összezárva, ezekkel a barmokkal, meg a bottal. Még a bot a legintelligensebb közülük, ő mutatja a legnagyobb játék intelligenciát. Biztosan a Darkitus kollégát nem kéne fikáznom, de megteszem, mert vicces, de viccen kívül jegyezzük meg, hogy ő azért annyira nem érdemli meg. Oké, nem itt vannak, ezt most már látjuk. Nem odakint. Nem idekint voltak? Nem, akkor az én hülyeségem volt, lementek B-hez, kérlek. Ugorjunk a ládára. Igen, és így nem szerződünk meg, hiába hallatszik a sebzés hang. Van-e itt valaki a ablakban? Nincs, de itt vannak emberek.
Látlak. De lelőni nem tudlak. Sajnos. Viszont Infinite Gaming kolléga se. Hát jobban érezzük magunkat. És itt az ideje, hogy veszítsünk. Készen álltok rá, gyerekek? Igen! Igen, tanító bácsi! Mutassa meg, hogy kell nekünk nagyon csúnyán veszteni. Legyen olyan kedves! No! Jó van, gyerekek, fogjátok be. Nézzétek, így kell veszíteni. Egyétek elő a késeteket. És hát No Man is No Man rambózni fogok. Nagyjából abból fog állni, amit akkor feltételeztek. Gyere csak! Gyere csak! Haha! Igen, igen, kiderül, hogy ez működik is. Nem, nem fog. Hey jó, hey jó, hey jó, hey jó, hey jó, hey jó. Nem volt egy rossz próbálkozás. Szóval ez volt a Counter-Strike videó sorozat nagy visszatérése. Ugye erre vártatok? Én mindenképpen erre vártam, kedvencem, amikor 16-1-re vesztek. Fantasztikus volt. Innen folytatjuk legközelebb.